zártunk, főleg a széleket le tudtuk zárni, mert ugye veszélyes beadásaik vannak és erős, magas játékosok, erre készültünk, azt gondolom, ezt megoldottuk. Sikerült megszereznünk a végre a gólt, és ezzel nyugodtan tudtunk bemenni a félidőben, megbeszéltük, amit meg kellett. A második félidőben azt gondolom, hogy megint zártan védekeztünk, és egy oldalszabadulásból kaptunk egy olyan gólt, amire készülünk, és tudjuk is. Ezért egy kicsit mérges vagyok, mert ezt a mérkőzést szerettük volna megnyerni, és meg is volt, hiszen mezőnyben a Debrecen nem sok helyzete volt, ami nem jellemző rájuk a hazai pályán. Úgyhogy a mérkőzés előtt azt mondják, hogy döntetlen, hát lehet, hogy elfogadom, de most egy kicsit mérges vagyok, szeretünk volna nyerni. De hát ami örömteli, hogy 3-18 ezerek megint a pályán volt, ami a jövő szempontjából nagyon szép, de nekem pontokat kell gyűjtögetnem, és erre nincs idő, hogy, mert ugye turálni kell a fiatalok játékosok beépítéséhez. Nagyon szívesen csinálom, hiszen ebben nőttem föl, de az idő a szűkös sajnos, és kedvem már megint mérkőzés van. Ráadásul a videótonnak. Én nem adjuk föl, láttátok, minden mérkőzésünk ilyen volt, nyerhetünk volna, és hát nem sikerült. Kérdések? Említetted a fiatalokat, hogy nehéz beépíteni, úgy láttam, hogy a Kevin is nagyon jól játszott, és ahogy is Kaperi kifejezetten jól szállt be. Tehát... Igen, ezek nagyon tehetséges fiatalok, de még egyszer mondom, hogy idő kell hozzá, mert ez a felnőtt futball az más, és de nagyon szépen jönnek föl. Első mérkőzés alkalmából, értékelést kérünk tőle mérkőzésre. John Salvatore, and they would like to ask you about the game in general. They will ask me. They're asking you about the game in general. Good afternoon. The game. It was our first game. Of course, everyone wanted to win. Ez volt az első mérkőzésünk, természetesen mindenki győzni szeretett volna. Players wanted to win. A játékosok. And this is very important. És az a legfontosabb. The first half we made very good 30 minutes. Az első félidőben az első 30 percet már játszottunk. Négy-öt helyzetünk volt a gólszerzésre. In a mistake from our midfielder. Az egyik középpályásunk hibája. The team don't had a chance to correct that mistake. Megpecsételt az MTK gólszerzésen lehetőségét, és azért egy pont a végén, egy pont a támadás végén gólt szereztek. The second half we fight for the draw. Második félidőben elsőre a döntetlenért harcoltunk. And we draw and fight for the win. A gólszerzés után pedig a győzelemért harcolt a csapat. Sometimes the game was a little bit dangerous. Néha veszélyes volt ez a játék. Because a lot of players with a bad position in the pitch. Mert egy játékoson nem a megfelelő helyzetet foglalta a pályán. And stay more exposed to the counterattack of the opponent. És jobban fel kell készülnünk az ellenfelek kontratámadásai. One team with so much opportunities. A csapat, akinek nagyon sok lehetőség van a gólszerzésre. Must score. Gólba kell. Because sometimes some games we have one or two opportunities. But this game in the first half we have a lot. Az mindenképpen a pozitívuma, hogy ritka egy edző pályafutás, hogy megérez egy cserét, ahogy ő a Csofréjét, hogy első labdaintéses góllal szállt be. Ez mennyire volt tudatos, hogy It's a really rare thing that a coach feels that this opportunity that to make a change. Was it a really conscious decision to send Geoffrey in that moment before the free kick? We never know what could happen. But Horvat was not giving more than we need, losing some balls, not putting his foot in the right way. So we changed, and we had the luck because it's a moment of luck. He was on the right time, in the right place, and he scored. Szerencsés szituáció volt, jó időben volt, jó helyen,
Gyuri, parancsolj. Kintről úgy látszott, hogy igazán a középpályáról hiányzik egy ember, aki összefogja, aki tudatosan építeni a támadásokat. From outside, they saw that maybe we missed a player from the midfield who can keep the team together and try to build the attacking of the team. We attack more than the opponent. We had the ball more than the opponent. We have more chance than the opponent. In the end, probably we played better than the opponent. It's true that we needed players in the midfield that play more fast and don't keep the ball too much time in his foot. Persze szükségünk lehet olyan játékosra, aki gyorsabban játszik, és Only three practices. De egyelőre még csak három edzésen vagyunk túl a közös munkában. And with this game, with the next game, and with the three games, we will have a realist idea of our players and our team. Az elkövetkezendő két mérkőzésekre ezzel a háromból sokkal reálisabb képet lehet kapni majd a csapatról.